Országos rendezvénysorozatra indul a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 4. évszázados fennállásuk alkalmából, ennek első állomása Nyíregyháza. A szervezet célja, hogy támogatást nyújtson a hazai kis- és középvállalkozások létrejöttéhez és fejlődéséhez. Ebben segít a Nyíregyházi Primum Alapítvány, amely ugyancsak 25 éves fennállását ünnepli. A két szervezet között az elmúlt 4. évszázadban mindig jó volt az együttműködés. Ennek köszönhető, hogy összesen 4461 egyéni vállalkozónak 14 milliárd forint hitelt folyósítottak a megyében. A Primummal alapvetően az MVA, mint alapkezelő, a mikrohitel kihelyezés mentén együttműködik, tehát ez egy szakmai együttműködés. A térségben a mikro- és kisvállalkozások, amennyiben mikrohitelt kívánnak igényelni, akkor a Primum alapítványon keresztül tudják a hitelkérelmet eljuttatni. Itt történik a hitelminősítés, majd pedig a hitelkihelyezés a MVA-ból indul, és ennek mentén a futamidő alatt a folyamatos monitoring, az pedig szintén a Primum a MVA-val együttműködve végzi a hitelügyletek tekintetében. A Primum alapítványnak több megyei vállalkozás köszönheti a sikereit. Tevékenységükhöz a hitelfolyósításon kívül más is tartozik, ilyen például a széleskörű tanácsadás. Az elmúlt több mint 2 évtized alatt sokat fejlődött az alapítvány. Az alapítványnak a mérföldköveit röviden össze tudnám foglalni, akkor azt tudnám elmondani, hogy amikor megalakult a Primum, akkor még egy euroinformációs centre nevezett intézmény volt, a megyeházán egy irodában dolgoztak. Majd a várostól megkapta a volt szovjet laktanyát, amelynek a felújításával belekezdett, és ide átköltöztek, ez egy másik mérföldkő. Harmadik mérföldkő az, hogy felépítette 97-98-ba a Flamand Centrumot a Primum. Negyedik mérföldkő pedig az, hogy saját tulajdont is szerzett, egyik a Víz utcán, másik pedig a Luther utcán. Ezenből még voltak más mérföldkövek is a tevékenységre vonatkozóan. A kis- és középvállalkozások fontos szerepet töltenek be a gazdasági életben, emelte ki Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. A KKV-k világa, ez egy nagyon izgalmas és érdekes kihívásokkal teli világ a magyar gazdaságban. Halljuk a makrogazdasági adatokat, amelyek elég biztatóak. Viszont ahhoz, hogy ez stabil lábakon nyugodjon, igazán magunkénak érezzük ezt a gazdasági növekedést, és az emberek is egyre inkább magukénak érezzék a gyarapodást, az a KKV-knak, a kis- és középvállalkozásoknak kell megerősödnie, hiszen ez az a szektor, amely 100%-osan kötődik a magyar világhoz, a magyar valósághoz. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Primum Alapítvány több ezer sikeres projektet zárt az elmúlt 25 évben, és bíznak abban, hogy hasonlóan eredményes jövő előtt áll az együttműködés, hangzott el az ünnepségem.